Az első esztergomi fotóbiennálé, mert akkor még így hívtuk, hogy fotóbiennálé, az 1978. júliusában volt, háromnapos rendezvénysorozattal együtt, akkor még meghívott kiállítókkal és előadókkal, de el kell mondjam, hogy 1976-ban a Fiatal Művészek Klubja fotószekciója bemutatkozott február 28-án 28 taggal az esztergomi Vármúzeumban. És ez volt végül is a kiinduló lap, mert ezek az emberek a Biennálén is szerepeltek. STB csoport, az a Csibeki Tamási Balla, 1973-ban pont azért állt össze, hogy a Fiatal Művészek Klubján belül is egy avantgardabb, modernebb irányzatot indítson el a fotográfiában. Ketten képzőművészeti érintettségűek vagyunk, a Tamási Péter és én. Ő egyébként most megint csak fest, és sajnos a Sipeki Gyula most karácsonykor elhunyt. Ő kimondottan fotográfus volt, és az intermediális fotográfia mellett tettük le a voksunkat, és éppen ezért rendkívül sok képzőművésszel van a mai napig is kapcsolatunk. Hát mindig is az intermediális műfaj, a képzőművészeti fotó, vagy a fotóképzőművészet átmenetei, tehát a festett fotográfiák, vagy a fotóalapú szekvenciák, és a kiírások is általában ilyenek szoktak lenni. Mindig valamilyen téma fölé köré volt fölhozva a kiállítás, és érdekessége még ennek a dolognak, hogy például a polaroidot is meg tudtuk csinálni, de amikor éppen az lett volna, akkor ment tönkre a polaroid cég, tehát azt most tudtuk utólag mégiscsak megcsinálni, mert rendkívül sok ember foglalkozik ezzel, és a polaroid helyett akkor nagyon gyorsan, mert már meg volt hirdetve, de nem tudtuk anyagi okok, mert megcsinálni, akkor a ACT Art című kiállítást rendeztük meg, amire tudtuk, hogy lesz bőven elég anyag, mert ACT-tal foglalkoznak. Nagyon nagy örömmel fogadták ezt a fotóbiennálét. Igaz, hogy már 1976-ban, amikor az FMK kiállítás megtörtént, akkor már mondták, hogy ebből valamit kéne, valami folyamatosságot, és akkor határoztuk, hogy tulajdonképpen akkor próbáljuk meg, hogy ez két évenként biennáléként működjön, és rengeteg képzőművész barátunk, fotográfus barátunk, sőt szobrászok, filmesek is segítettek ebben, hogy ez összejöjjön, mert azért ezt nagyon nehéz lett volna egy ilyen kisvárosból megoldani, de szerencsére akkor a szellemi tőkét adtak ők ehhez hozzá. Előadásokat is, tehát művészettörténészek, esztéták, kritikusok, hogy meg tudtuk oldani ezt a kiállítássorozatot. Nagyon fontos volt itt mindig is, tulajdonképpen a zsűrinek ez problémája is minden évben, hogy nem kifejezetten a klasszikus fotóművészettel foglalkozik a Biennale, az esztergomi Biennale, hanem valóban inkább a határterületeket, azok inkább arról szól az esztergomi Biennale, hogy a képzőművészet és a fotográfia között nincs is olyan nagy különbség képzőművészet és a fotoművészet között. És ez egy nagyon fontos alapgondolat is tulajdonképpen. Tehát itt valóban rengetegen állítottak ki olyan emberek, akik a lexikon szerint képzőművészek, festők vagy grafikusok, teljesen együtt, teljesen azonos kollégaként, barátként azokkal, akik szintén a lexikon szerint fotóművészek. Az idei Biennálénak, mint minden eddiginek, van egy alaptémája, és ebben az esetben ez a táj élmény. De ha valaki olvasta a kiírást, abban azt is olvasta, hogy úgy, ahogy mindez idáig, tulajdonképpen magát a témát is lehetőleg tágabban kell érteni. Tehát szó sincs arról, hogy tájképeket, a klasszikus tájképeket vált volna a zsűri, hanem a tájjal és a tájjal kapcsolatos élménnyel bármilyen távoli megközelítést, vagy bármilyen távoli jelenség, az beletartozott a pályázatba. Ugyancsak maga az, hogy fotográfia legyen, az sem valami ortodox módon kell érteni. Itt a fotográfiába bele lehet nyúlni, itt a fotográfiába bele lehet festeni. Tehát valóban egy képzőművészet és fotó határán működő tárlat ez. Ez az idei anyag azért volt talán a szokásosnál egy kicsit nehezebb, mert egy nagyon triviális megoldást is
és sugal, vagy egy triviális megoldás lehetőségét sugalja, mert az, hogy a tájfényképezés, hát az a legősibb és leghagyományosabb módja a fényképezésnek, és valóban a zsűri rengeteg olyan képet kiselejtezett, amik tulajdonképpen szép képek voltak, szép tájképek voltak, csak meg akartuk őrizni az esztergomi biennálé hagyományait, ami ragaszkodik ahhoz, hogy ne inkább járatlan úton járjon a művész, ne akármilyen szép, akármilyen tetszetős, azt ne fogadja el, hanem keresse meg a saját útját.